A polgármesteri hivatal munkatársai több csoportban indultak szemetet szedni péntek délután, de a ceglédi honvéd nyugdíjasok is csatlakoztak, ott jártunkkor éppen összesöpörték az utcán eldobott hulladékot. A diákok is jó pár zsáknyi szemetet gyűjtöttek, a várkonyi iskolások a Gubodi park környékét tisztították meg. Elég sok szemét volt a földön, dobozok, üvegmaradványok. A legtöbb az cigi csík volt, meg ilyen kupakok, meg mindenféle. A gyerekek több zsáknyi szemetet gyűjtöttek össze, és nem volt ez másként a Csengeriben, a Déli úton, vagy éppen a Malomtó szélen sem. A ceglédiek a Teszed nevű országos szemétszedéshez csatlakozva gyűjtötték a hulladékot. A város ugyanis idén is részt vett az akcióban. A csapatok 23 helyszínen tisztították a várost. A csapatok fele az önkormányzat dolgozóiból tevődik ki, a másik fele pedig az iskolásokból. Általános iskolásokat is kértünk segítségül, valamint a középiskolások, minden középiskolát. A Török János szakközépiskola vállalta a tangazdaság környékét, hát az is egy nagyon elhanyagolt terület, de ezt önként minden évben ők felvállalják, kis buszokkal kiviszik a gyerekeket, és ott nagyon nagy munkát végeznek. A belvárosban kevesebb, a város külső peremein viszont nagyon sok szemét gyűlt össze. A Teszed akció célja nem csak a szemétszedés, hanem az, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelemre. Sok iskolában minden nap foglalkoznak a témával. Szoktunk az órákon beszélni környezetvédelemről, környezetvédelmi órán és biológián, mert alapból környezetvédelmi osztályunk, és nekünk ez nagyon fontos, hogy tiszta iskola, tiszta környezete legyen neki. Lillához és az osztályához hasonlóan sok tizenéves gondolkozik így, de sajnos vannak ellenpéldák is. A tapasztalat szerint az egészen kicsik fogékonyabbak a környezetvédelemre. Én úgy látom és úgy gondolom, hogy még az óvodások azok, akik nagyon környezettudatosan élnek és felveszik a szemetet, nem dobják el, hanem inkább ott a tinédzser korba felejtődik ez a nevelés el. De azért reménykedünk abban, hogy aki felszedi más után a szemetet, az legközelebb meggondolja, hogy eldobja el. A város fő utcáit, tereit folyamatosan takarítatja a város, de ahogyan látható, ez sajnos nem elég. A valódi megoldás az lenne, ha mindenki ügyelne környezetünk tisztaságára, tette hozzá az alpolgármester. A Teszed akcióban mintegy 1000 zsáknyi szemét gyűlt össze.